tengelyigér az autóknak a víz Győrben a Lajtaúton. Jól látszik, az autósok és a környékbeliek is meglepetten nézik a nem mindennapi látványt. A hosszú főúton hömpögő víznek az itt eltört fővezeték az oka. A csőtörés pénteken nem sokkal 12 óra után történt, itt a Lajtaút elején, az aluljárónál. Nagy pénteken, kora délután egy fővezeték hibásodott meg közvetlenül a Marcavárosi aluljárónál. Én polgármester úrtól, illetve a Facebookról tájékozottam, és nagyjából egy negyed órán belül sikerült a helyszínre érni, ahol már meg lehetett állapítani azt, hogy a Pannonvíz munkatársai is itt vannak, tehát a műszaki ügyelet is kiérkezett nagyon gyorsan. A szakemberek szakaszosan megpróbálják elzárni az itt lévő fővezetéket. A Pannonvíz szakemberei perceken belül a helyszínre értek, és megkezdték a hiba elhárítását. A szolgáltató honlapján az olvasható, hogy egy 300 mm-es átmérőjű ivóvízfőnyomó roppant szét. Az itt lakók nagy része egyébként, amint észlelte a csőtörést, azonnal lesietett, és az útszélén figyelték a Lajtaúton hömpölygő vizet. Ilyet még nem. Én 35 éve itt lakom, de még ilyen nem volt. Igen, meglepett. Mondom, nézd, otthon, mondom, megfürdök. Mi a nincs már legvíz. Aztán utána a szomszédom meg szólt, már pedig itt van a bocsa lenne aluljáróba, hogy hatalmas csőtörés van itt. Hát akkor megnézze, hogy hol van a csőtörés, de hát ez szép világ. A Pannonvíz szakemberei hamar elzárták az eltört csövet, de ahogy a képeken is látszik, nagyobb károkat is okozott a patkán és az útburkolaton a nagy erővel feltörő víz, így biztosan hosszabb takarítási munkálatokra kell felkészülni. Emellett pedig gondot okoz az is, hogy több száz köbméter víz elfolyt, emiatt lecsökkent a víznyomás Marcalváros magas épületeiben.